Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. A magyarok ismét dönthettek arról, hogy ki képviselje őket Strasbourgban. Szerte Európában magasabb részvétellel zajlottak a választások, mint legutóbb. Magyarországon egyébként rekord részvétel született, a szavazást fölényesen a Fidesz-KDNP nyerte. A DK és a Momentum sokkal jobban szerepeltek a várakozásnál. Ezzel foglalkozunk többek között az Esti Mérlegben. Tartsanak velünk! Véget ért vasárnap este az európai parlamenti választás hazánkban is. A szavazás menete rendben zajlott Székesfehérváron. Szerencsére nyugalmasan telt a tegnapi nap, nem volt semmilyen rendkívül esemény a szavazókörökben. Néztük az országos jelentéseket rosszul létekről, kutyaharapásról és egyéb eseményekről, ez itt Fehérváron nem történt egyetlen szavazókörben sem. Szerencsére olyan jól sikerült lebonyolítani a szavazást, hogy este 19 órakor be tudott zárni az összes szavazókör, sehol nem kellett sorbálni a választópolgároknak. Székesfehérváron az országos átlag felett teljesítettek a választópolgárok, a névjegyzékben szereplők fele elment szavazni, kevés volt az érvénytelen szavazatok száma. A Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért párt 6,61%-ot szerzett, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 3,8%-ot, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 4,97%-ot, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Keresztény Demokrata Párt listája 49,83%-ot, a Momentum Mozgalom 12,12%-ot, a Demokratikus Koalíció 17,67%-ot, a Mi Hazánk Mozgalom 2,95%-ot, a Munkáspárt 0,4%, a Lehet Más a Politika pedig 2,35%-ot. Visszatekintve, mit jelent az, hogy ennyien elmentek szavazni? Gondolok itt a 5 évvel ezelőtti választásra is. Mennyivel több maga a választóknak a száma? 5 évvel ezelőtt, 2014-ben a választópolgárok száma több volt, mint most, a névjegyzéken szereplőknek a száma. Most 78.500 felett volt. 2014 májusában pedig 81.875 fő, és akkor azok közül 33,65% ment el szavazni egyáltalán szavazókörökbe, tehát jelentősen meghaladtuk a választópolgárok számában a korábbi adatokat, annak ellenére, hogy csökkent a névjegyzéken szereplők száma. Hogyan zajlott a tegnap este? Még egy kicsit arról is pár mondatot, itt a 7 óra utáni történésekre vagyok még pontosan kíváncsi. Igen, 7 óra után a szavazóköröket bezárták, a szavazatszámláló bizottságok elvégezték a választási eljárási törvényben előírt feladatokat a szavazatok megszámlálásával. Ez egy kicsit hosszadalmas lenne végig sorolnom, de nem kevés feladatot láttak el. Ugye Székesfehérváron 92 szavazókör van, amikor az előzetes adattal elkészültek, akkor bediktálták az adatokat, amely egy matematikai ellenőrzésen ment keresztül, és ezt követően állították ki a jegyzőkönyveket. Majd, amikor készen voltak minden kötegeléssel és minden irat elkészítésével, akkor elnöknek és jegyzőkönyvvezetőnek kellett behozni a választási irodára az iratokat jogi ellenőrzésre és a számítástechnikai rögzítésre. Illetőleg ezen kívül ugye Székesfehérvár, az a Fehér megye 02-es országgyűlési választókerületnek is a központja, amelyből következően több mint 20 településnek kellett még ide behozni a jegyzőkönyvét, és annak az ellenőrzését nekünk ismételten elvégezni. Amikor mindezzel végeztünk, mindent elkészítettünk, szállító dobozokban lévő választási iratokat összecsomagoltuk és elzártuk, akkor ezt követően a területi választási irodához továbbítottuk a jegyzőkönyvek egyes példányát. Az EP választáson a legtöbb pártra kevesebben szavaztak, mint a tavalyi parlamenti választáson, ami a jóval alacsonyabb részvétel miatt történt. De a Fidesz így is 3% ponttal jobb arányjal végzett az élen, mint akkor. Varga Tamás, a város országgyűlési képviselője örömét fejezte ki a magas részvételi arány kapcsán. A politikus arról is beszélt, hogy szerinte a választópolgárok bíznak az ország vezetésében. Azért kampányoltuk, azért dolgoztunk az elmúlt hónapokban, az elmúlt években, hogy bemutassuk a programunkat a magyar választóknak és a fehérváriaknak, és az volt a határozott elképzelésünk, hogy mi egy keresztény európai Magyarországot szeretnénk, egy keresztény európai Székesfehérvárt szeretnénk.
A DK és a Momentum tábora nagyra nőtt. A DK 17,67%-ot kapott a fehérváriaktól. Rácné Földi Judit örömét és köszönetét fejezte ki, hogy ennyien voksoltak rájuk. Nagyon magas volt a részvételi arány, és Székesfehérváron az átlagnál magasabb is, de a számok és az ellenzéki szavazatok száma is azt mutatja, hogy a tavaly országgyűlési számokat hoztuk, és megvan ez az ellenzéki blokk Fehérváron, aki változást szeretne. Nyilván örülünk az eredménynek. Azt gondoljuk, hogy a pozitív üzenetek célba találtak. Ugye tudatosan nem negatív kampányt folytattunk, hanem pozitív kampányt, hogy mi az, amit szeretnénk elérni az Európai Unióban, és mi az a fő üzenet, amitől a magyar állampolgárok jobban fogják érezni magukat ebben a közösségben. 4 pontot határoztunk meg. Ez mind pozitív volt, és azt gondolom, hogy ez sikerült. Az kiemelendő, hogy a Fidesz arra törekedett ezzel a gyűlöletkampánnyal, hogy 2/3 szerezzen, és nem sikerült, ebben a városban sem sikerült, hiába az összes mozgósításnak, és nagyon szép eredményt ért el az ellenzék. Ugye nekünk nem volt média felületünk, nem voltak újságaink, nem voltak óriás plakátaink, semmi más nem volt, csak az utca és a kopogtatás, és célba találtak a pozitív üzenetek. Szerintem ez az út, ez a járható út, itt az októberi választások előtt is, hogy csak pozitív üzenetekkel szabad az emberek felé kommunikálni, és nem szabad gyűlöletet kelteni. A Momentum mozgalom 12,12%-ot kapott vasárnap a fehérváriaktól. Ez a magyar emberek és a fehérváriak közös győzelme volt. Tudom, hogy azért szavaztak így, mert megértették, hogy óriási feladat vár ránk most mindannyiunkra. Most el kell kezdenünk kivezetni hazánkat a gyűlölködés, a paranoisztikus hisztéria, az állandó háborúskodás, az egymás elleni szüntelen ellenségeskedés és az állami és önkormányzati szinten intézményesített korrupció korszakából vissza Európába. A tegnapi választás a Momentum oldalán fehér, cigány, zsidó, székely, diák, vállalkozó, középkorú, nyugdíjas, férfi, nő, mozgássérült, gazdag, szegény, meleg, hetero, mind egyetértésben a magyar zászló alatt, egymás mellett büszkén állva, egy erős közösség tagjaiként Európa mellett tették le a voksokat. Én ma egy ilyen országot és egy ilyen város látok. Én ebben hiszek. Én azt gondolom, hogy tények, bizonyítékok, okokozati összefüggések, logika, a tudomány megértése, ezek mind jó dolgok. Ezek birtokában tud az ember hatékony és értelmes szabályokat hozni a társadalom, vagy akár a fehérvári közösség számára. Ezek hiányában viszont nem marad más, csak populizmus és propaganda. A színjáték és a gyűlöletkeltő kormány propaganda helyett végre a város valódi problémáinak a megoldására fogunk koncentrálni. Az állandósult közlekedési káoszra, a parkolási válságra, a katasztrofális helyzetben lévő tömegközlekedésre, az omladozó iskolákra, a vége láthatatlan hosszú várólistákra, a lakhatási válságra, a mindent átható állami és önkormányzati szintű korrupcióra. Ezekre akarunk és ezekre fogunk koncentrálni. Hogy a déli bábos álmodozás és hazugságkampányok helyett végre a fehérvári emberek valós problémáit oldjuk meg. Én egy olyan Székesfehérvárt látok, ahol minden magyar ember otthon érzi magát. Ahol azt keresjük egymásban, ami összeköt, nem pedig azt, ami szétválaszt. Ahol barátsággal, megértéssel, toleranciával viszülünk egymás irányába, nem pedig gyűlölettel. Ahol megértéssel fordulunk az elesettek és a rászorulók felé, nem pedig megvetéssel. Ahol a tettei alapján ítéljük meg egymást, nem a származása, a bőrszíne, vallása, vagy valamilyen feltételezett tulajdonsága alapján. Ahol hidakat építünk egymás közé, nem pedig lövészárkokat. Én ebben hiszek, és ezért fogok tovább dolgozni. Az ellenzéki együttműködés pedig a továbbiakban ugyanúgy fog működni, ahogy azt már korábban bejelentettük, megvan a közös kép, polgármester jelöltünk dr. Márton Roland, és az ellenzéki pártok kivétel nélkül mind együtt közösen fognak harcba szállni Székesfehérvár megmentéséért. De azt szeretném elmondani, bár lehet, hogy kevesen tudják, vagy keveseket jutott el az információ, de a város edzője által az év elején ugye megállapításra került Székesfehérvár lakosságának a száma, és megdöbbentő, majdnem 1%-os a népességfogyás. Meg kell menteni Székesfehérvárt, és ebben teljes az egyetértés az ellenzéki oldalon, és ezért fogunk tovább dolgozni. Az MSZP szavazói tömegesen hagyták el a pártot. Nekünk a fontos ebben az évben igazából az önkormányzati választás októberben, és most is azt látjuk, mint tavaly tavasszal, hogy Székesfehérváron többségben vannak a változást akaró állampolgárok, a változást akaró székesfehérváriak, akiknek elegük van abból, hogy minden nap becsapják őket, és sokkal magasabb életminőségre, magasabb közszolgáltatásokra vágynak Székesfehérváron.
ezt mi megértettük, hiszen hiába voltak például most az uniós választáson is többen a változást akarók, ez nem eredményez egy győzelmet, hiszen a változást akaró szavazatok szanaszét mentek a különböző ellenzéki erők listáira, de mi ezt az őszre megoldottuk, teljes ellenzéki együttműködésben indulunk, engem támogatnak ezek a pártok polgármester jelöltként, és minden esélyünk megvan arra, hogy sikeresek legyünk, és úgy érzem, hogy mi közösen meghallgattuk Székesfehérváron az emberek szavát, tudjuk, hogy mi az, amire igazán vágynak a jelenlegi helyett, és mi ezekre megoldásokat kívánunk, és a Fidesszel szemben be fogjuk tartani az ígéreteinket, meg fogjuk csinálni azt, amit ebben a kampányban ígérünk majd a székesfehérváriaknak, úgyhogy nagyon bizakodva várom az őszt, és köszönöm minden ellenzéki szavazónak, aki részt vett ennek a választáson. Igazából minden választónak köszönöm, aki vette a fáradtságot és elment az urnához szavazni. A napokon belül egyébként néhány nap szusztanás után újra kezdjük a munkát, és egy elszámoló kampányba kezdünk közösen, ahol bemutatjuk, hogy mit ígért a Fidesz Székesfehérváron, és mit valósított meg belőle, és ezt követi majd a mi pozitív üzeneteink, hogy mire fogjuk használni a hatalmat a következő 5 évben, hogyha ránk bízzák Székesfehérvárt. A Jobbik 4,97%-ot kapott a fehérvári lakosságtól. Én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk, rajtam is látszik, hogy milyen fáradt vagyok, tehát én mindent megtettem, amit lehetett, én kint voltam az utcán, sok-sok emberrel beszéltem. Amit én még kihangsúlyoznék, és ami egy picit fájdalmas számunkra, hogy a választókerületi, vagyis a szavazóköri delegáltjaink által jelentett állapotok szerint igazából inkább az idősebbek mentek el szavazni, és jóformán kimaradt a dolgozó embereknek a kategóriája, ez a mondjuk 35 évtől 55 éves korosztály, ők idézőben jóval lustábbak voltak, ők otthon maradtak, őket sajnos nem sikerült megszólítanunk, tehát ez nagy valószínűséggel ez egy önkritika is, hogy valamit mi nem megfelelően tudtunk feléjük közvetíteni, tehát igazából ez egy ilyen kis fájdalom, de úgy gondolom, hogy ez fontos volt, hogy ezt kihangsúlyozzam, megyünk tovább, igazából azt szeretnénk most, hogy már holnaptól ráfordulunk megint az önkormányzati választásokra, egy csomó mindenre fel szeretnénk hívni a figyelmet, azt szeretnénk elérni, hogy mondjuk ne úgy járjon a többi fehérvári, mint ahogyan én ma reggel, hogy kértünk a 6 éves kislányomnak egy időpontot kardiológiára, és szeptemberben kaptunk időpontot, tehát szerintem ez elfogadhatatlan. Éppen ezért nagyon fontos célkitűzésünk az, hogy egy önkormányzati diagnosztikai központ épüljön Fehérváron önkormányzati finanszírozásban és Európai Uniós finanszírozásban. Tehát ilyenekben gondolkodunk, azt szeretnénk, hogy ne presztízsberuházások legyenek, azt szeretnénk igazából, hogy a fehérváriaknak az életét megkönnyítsük. Hogyha egy kicsit itt már Székesfehérvárról volt szó a végén, akkor mi a terve a Jobbiknak a jövőre nézve, és mit jelenthet ez a százalék a jövőt illetően? Igazából mi azt látjuk ellenzéki oldalon, hogy bejelentettük ugyebár durván 2 hónapja, hogy itt összellenzéki összefogás lesz, megvan a polgármester jelölt is, megvan a 14 jelölt, a 14 jelöltnek a bejelentése elkezdődik szerintem már ezen a héten. Nagyon fontos az, hogy mi egy valódi alternatívát szeretnénk felmutatni a fehérváriaknak, és bízunk abban, hogy győzelemre fogjuk vinni ezt az ügyet. Azért nem kell elfelejteni, hogy sem a 2018-as országgyűlési választásokon, sem most a Fidesz-KDNP nem lépte át az 50%-os küszöböt. Igazából matematikai esély mindenképpen van, egy jó programmal és egy jó csapattal. Én úgy gondolom, hogy ezt meg is fogjuk tudni valósítani. A Jobbik, az MSZP és az LMP nagyon nehéz helyzetbe került. A Lehet más a politika 2,35%-ot kapott vasárnap a fehérvári szavazóktól. A Fidesz csak Budapesten és Csongrád megyében maradt 50% alatt, de utóbbi megyében is csak éppen, hogy Orbán rendszere 2014-re megerősödött, 2018-ra gyakorlatilag bebetonozta magát. Vasárnap a 21-ből megszerzett 13 mandátum egyedülálló eredmény Európában. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, tartsanak velünk továbbra is, én köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!